A Loki második évada sokkal jobban megdolgoztatja az agyat, mint az első, pedig már ott is nagyon kellett koncentrálni. Lássuk, hogy sikerült az új évad első 4 epizódja, amit premier előtt volt alkalmunk látni, és ne aggódjatok, szigorúan spoilermentes kritika jön azoknak, akik már látták az új előzeteseit. Miután Sylvie végzett a megmaradóval, az idővariációs hatóság valódi fejével, a szent idővonal széthullik, azonnal leágazások egész sora jelenik meg rajta, és ami még rosszabb, a TVA-hez visszatérve Loki azzal szembesül, hogy Mobius nem ismeri meg, a hatóság falait pedig Kang szobrai díszítik. Szóval nagy a baj. Az új évad ezzel a problematikával indít, amit ráadásul a tércsúszás is tetéz, azaz Loki teljesen random módon ide-oda ugrál a különböző idősíkok között. A megoldáshoz Mobius és Loki párosa Uroboros, vagy röviden csak Obi, a TVA kvázi IT-sének a segítségét kéri, és higgyétek el, mindez csak a kezdet, a történések ugyanis hamarosan olyan fordulatokat vesznek, melyben még a szerepek is hajlamosak felcserélődni, nem csak az idővonalak. Az első évadhoz vagy a WandaVisióhoz hasonlóan a Loki második etapja sem azt adja, amire számítanál. Meghatározó problémáknak tűnő dolgokat rendez le pillanatok alatt, hogy aztán azoknál nagyobbnak tűnőket rántson elő, de nem csak úgy a hátsójából, a történések egymásból következnek, még ha ezek az események nem kicsit elrugaszkodottak is. Hőseink ugyanis nem csak különböző idővonalak között utazgatnak, nem csak különböző múltbéli eseményeket keresnek fel, de ugyanannak az idővonalnak a különböző variánsait is megélik, hogy még jobban megkavarják az amúgy sem egyszerű alapfelállást. Ha ez nem lenne elég, a sorozat új szereplőket is bevezet, régebbieket pedig új szerepben tálal. Az egyik ilyen a Jonathan Majors által megformált Victor Timely, akivel a Hangya 3 stáblistás jelenetében találkozhattunk, és aki ezúttal nem a képregényekben megismert változatát hozza a karakternek, hanem egy egészen merészen, izgalmasan felvezetett és felépített verziót, aki ugyan kötődik Kanghoz, de nem úgy, mint várnánk. Egyértelmű, hogy a színészt a magánéleti problémái ellenére nem lehetett kinyírbálni a sorozatból, de megkurtítani sem a szerepét, ugyanis központi alakja a cselekménynek, ráadásul Majors bitang jól játszik, egészen újszerű figurát prezentál a kockásokban is különleges Timely-ből. Az új figurák közül dicséret illeti a szórakoztató, szórakozott professzort alakító Quant, de a Blindspottingból megismert Rafael Casalt is, akinek karakterét egyelőre fedje jótékony homály, de jó eséllyel közönség kedvencé válik. Új figurák ide, megcsavart történések oda, a Loki azért mégiscsak Loki sorozata, és ugyan Tom Hiddleston ezúttal nem lep meg minket a karakter új oldalával, de az eddig megszeretett arcát ezúttal is nagy átéléssel hozza, főleg amikor azokért küzd, akik közel kerültek hozzá. A pragmatikus Mobiusért, az elszánt B-15-ért és az egész elől menekülni akaró, de továbbra is bosszúszomjas Sylvie-ért. A küzdelem pedig ezúttal inkább agyjátékban manifestálódik. Fizikai bunyókból a folytatás jóval kevesebbet kínál, na nem, mintha ez baj lenne. Mint a Marvel moziverzumnál mostanában nem egyszer, így a Lokinál is igaz az, hogy az újszerűség kedvéért az alkotók túl messzire mennek. A meglepő szerepek ellenére ezúttal nem karakterben és nem is hangvételben szállnak el az alkotók, azaz nem kell olyan szélsőségesebb közönséget megcélzó dolgokra számítani, mint a Miss Marvel tini komédiája vagy a She-Hulk tárgyaló termi limonádéja. Sokkal inkább a történésekben lépnek merészeket a közreműködők, melyek fordulatai gyakorta hatnak áltudományos halandzsának. Ettől pedig könnyen megfájdul a fej, még szerencse, hogy a korábbi évad megőrzött atmoszférája és sajátos produkciós felépítése, a szerethető karakterek és a verbálisan ügyes humor simán segít átlendülni a túlbonyolított sztori göcsörtösségén. Mivel mi már láttuk az évad kétharmadát, melyek történéseit érthető okokból nem osztanák meg veletek, csak annyit mondanánk, hogy a hátralévő két részben is hasonló őrületes fordulatokra, agymunkára és sok-sok karakteres dialógus sziporkára számítanánk, meg persze valami jókora szélhámosságra, ami további ezt nem hiszem el csávába taszhatja Loki és Mobius időn és téren át is elválaszthatatlan párosát. A Loki második évada ott folytatja, ahol az első abba maradt. A csíntevés istene maga is egy gigantikus csíny elszenvedőjévé válik, amíg kézben nem veszi sorsa irányítását. Ezúttal persze már barátok is a segítségére sietnek, és közben csak úgy repkednek a szellemes egysorosok, folyamatos a rohangászás egyik idősíktól a másikig, ugyanakkor a folytatás immáron sokkal celebrálisabb, azaz jobban megdolgoztatja az agyat és megcsúcsálja a képzelőerőt, miközben egyik meredek dolog követi a másikat. Emiatt sokakat le is vethet magáról a Loki, másokat viszont örökre magához láncolhat.